Nyári szünet miatt változások lesznek a Maglódi könyvtárban. Varga Zoltán igazgató tájékoztatja nézőinket. A könyvtár július 23-tól augusztus 5-ig tart zárva, de előtte és utána ugyanolyan nagy szeretettel várjuk olvasóinkat, mint az év többi részében. Sőt, igazából a látszat csalóka, hogy ilyenkor kicsit üresebb a könyvtár, az olvasói létszám ennek ellenére inkább nő, mert többet visznek ki az olvasóink, és a könyvtár forgalma ilyenkor is ugyanúgy néz ki, mint máskor, csak valamivel vidámabb a hangulat. Erre utal a háttérbe látható Szélkirálynő, ami azért épült meg, mert itt egy nagyon vidám rumini foglalkozást tartottunk a gyerekeknek, de a csütörtök esti verslábak felnőtt foglalkozásai, a felnőttet úgy értem, hogy nagykorúak vesznek rajta részt alapvetően, tehát a csütörtök esti verslábak rendezvényei is rendszeresen folytatódnak a bezárás előtt is és után is. Ezzel kapcsolatban a könyvtár legértékesebb polcát szeretném majd megmutatni önöknek, ahol maglódi kötődésű szerzők könyveit tartjuk nyilván, illetve árusítjuk is. Hadd utaljak arra, hogy nem régen volt Radosza Sándor könyvemutatója, a Kisasszonyok Völgye című könyvet mutattuk be itt a Magházba. Az ő könyve ugyanúgy hozzáférhető a könyvtárban, mint meseírók, költők és egyéb írók művei. Zsámboki János könyve volt valóban a legutóbbi, csak azt még nem mutattuk be, ez még várat ránk, de az ő könyve is hozzáférhető, és nagyon nagy büszkeséggel és szeretettel mutatjuk és ajánljuk olvasóinknak ezeket a műveket. Amiről még beszámolhatok, abban is csak részt veszünk ugyan, de annál nagyobb lelkesedéssel. Július végén érkezik az evangélikus gyülekezet meghívására a Maglódra egy hosszú szóról, testvértelepülésünkről érkező gyermekcsoport. Az ő foglalkoztatásukban is helytörténeti ismeretekkel veszünk részt, ahogy az iskolában zajló nyári táborok kérésre helytörténeti előadásban részesülnek szintén, illetve foglalkozásokban, hiszen a Genghis Khan öröksége című nagyon-nagyon érdekes és élvezetes kiállításunk is továbbra is nyitva tart egész nyáron. A korábbi évek tapasztalata szerint hogy készül az olvasó a zárásra? Olyankor nem két, hanem négy könyvet vesz ki? Már csak azért is visz ki több könyvet, hiszen ilyenkor a gyerekeket is erre buzdítjuk. Tavaly egy nagyon kedves akciónk volt, ahol fogadalmi oklevelet tettek a gyerekek, és 30 perces olvasásokat vállaltak a lakás, illetve a város legkülönbözőbb részein, ami egy nagyon vidám családi olvasásra ösztökélte őket. Az idei nyári akciónkban pedig pecséteket lehet gyűjteni egy vidám nyári külön olvasójegyre.